A Kárpáti Igazszó magyar nyelvű lap és a TV21 Ungvár közös csapata derekasan helytállt a kupán. Igaz, az első mérkőzést a papírformának megfelelően megnyerte a végül 100%-os eredménnyel záró Lobda szakportál csapata, de a második összecsapáson sikerült javítani, és magabiztos 6-2-es siker született a Megyei Újságíró Szövetség válogatottja ellen. A mi magyar csapatunk az egyetlen, amelyik a torna több mint 20 éves történetében valamennyi alkalommal indult, és rendre nálunk kerül ki a torna legidősebb játékosa, egy 73 éves kolléga, illetve a munkatársak gyermekeiből most is 3-4 gyermek futballozik, akik 10 évesek, egyúttal továbbadjuk ezt a stafétabotot a pályán, aztán ki tudja, lehet majd az újságírói tollat is. Eddig még egyetlen csapatnak sem sikerült véglegesen megszerezni a trófeát, mivel ehhez zsinórban 3 kupa győzelem szükséges. A Kárpáti Igazszó egykori kiváló tollforgatója, Nigrincs Szabolcs elmondhatja magáról, hogy eddig minden tornán részt vett, és 2-szer is magasba emelhette a győztesnek járó serleget. Egy hónapot edzettem, de az olyan ilyen laza edzés. Kimentem egy órára, másfél órára kicsit futkozni, kicsit rugdosni, de ilyen játékot nem játszottam, tehát nem volt csapat, hanem csak készültem. Próbáltam egy kicsit fizikai felhozni magam, mert ugye az ember, ha nem jár le, akkor azért egy kicsit nehezebben mozog. Először még a ropogtak kacsony, most nem ropognak, de hát annyit bírok, amennyit bírok. A magyar újságíró csapat végül a 3. helyen zárta a Lobda és a Megyei Közszolgálati TV és Rádió labdarúgói mögött. Így a szépen csillogó bronzérmek kerültek a játékosok nyakába, a torna legjobb kapusa pedig Dunda György lett. Itt nem az a győzelem a fontos, hanem a részvétel, az, hogy újságírók összejövünk, egy kicsit focizunk, megbeszéljük a dolgokat. Hát elhoztuk a 3. helyen járó kupát, 3. lettük ezen a tornán. Szerintem ez egy jó eredmény, és büszkék lehetünk erre. És talán építkezhetünk is majd belőle jövőre nézve, és akkor majd jövőre a 2. helyet megcélozhatjuk magunknak. A tradíciók az eltelt 22 év kötelez bennünket. Bármilyen nehéz is legyen, folyamatosan megrendezzük a tornát. A szakszervezet, Ungvár önkormányzata is mellénk állt. A torna lehetőséget nyújt arra, hogy összehívjuk az újságíró kollégáinkat, tévéseket, rádiósokat, hogy beszélgethessenek. Nem az a lényeg, melyik csapat győz a végén, hanem az, hogy találkozhatunk, beszélgethetünk, jól érezzük magunkat. A jelenlegi nem könnyű helyzetben a személyes találkozások hiányoznak a leginkább. A torna jótékonysági célokat szolgált, a szervezők és a résztvevők akárcsak tavaly, az idén is az ukrán hadseregnek gyűjtöttek. A dobogón végzett csapatok lemondtak a teljesítményükért járó pénzjutalomról, így a játékosok egyéni felajánlásával együtt, valamint a Kulturális Dolgozók Megyei Szakszervezete és az Ukrajnai Újságírók Nemzeti Szövetségének anyagi támogatása révén több mint 25 ezer hrivnyát, átszámítva közel 250 000 forintot utaltak át Ukrajna fegyveres erőinek támogatására.